Amióta az éghajlatváltozás eredményeként már csak elvétve fordul elő havazás Mikulás napján, új szokást vett fel a gyerekek kedvenc fehér szakálúja, lovaskocsin érkezik. Kaposzegcsőn is, ahogy szerte a világban, nagyon várták a gyerekek. Természetesen az ajándékozás itt sem maradt el. A reménység, igaz? Nagyon szép pártartózat. A településen nem csak a Mikulás válásról szól a nap, a helyi német önkormányzat szervezésében adventi vásárra is sor kerül, ahol népi alkotók munkáiból válogathattak a vásárolni szándékozók. Gyakorlatilag egy 10 éves hagyományra nyúlik vissza. A Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezi mindig az adventet, illetve a Faluszépítő Egyesület rendezi a Mikulás várást. Körülbelül 2 éve volt ez, hogy ez egy időre esett, és azóta ez is hagyománnyá vált. Igazából itt ugye az adventi időszak az a reményről szól, a szeretetről, és amit el kell mondani, a háláról. És mi hálásak lehetünk, hogy ennyi saját kézművesünk van a településen. Vannak gyakorlatilag, aki horgol, vannak virágkötők, vannak kerámikusok, és én azt mondom, hogy ezek a termékek az egész világban, és itt is megállják a helyüket. Gyakorlatilag színvonalas vásár tudunk így rendezni minden évben, és hálások lehetünk, hogy ennyi ilyen aktív civil szervezetünk van. Szintén a nyugdíjas klubnak is, az Orhidea Egyesületnek is köszönetet mondunk, hiszen ők 10-én fognak a gyerekeknek segíteni alkotóházzal, illetve igazából az adventen túlnyúlva lesz egy civil szerveződésbe ismét szilveszteri bálunk, illetve hát ugye az óvodába és az iskolába még sorra következik a karácsonyi műsor. Kaposzegcsőn minden a gyerekekről szól, illetve mindennek van egy gyerekbarát vonulata is, mondta a polgármester. Az óvodás szülők úgy döntöttek, hogy készítenek ajándéktárgyakat, amiért adományt lehet itt adni a vásárba, illetve az idei évtől ezen felbuzdulva az iskolás szülők is elkezdtek mozgolódni, ők pedig süti vásár rendeznek most, hogy a gyereknapra majd legyen a gyerekeknek még több elkölteni való, illetve rájuk fordítandó. A program meglepetése volt a helyi fúvózenekar fellépése, akik a 3. legnagyobb civil szervezet a településen.